Vidámsággal, programokkal, népi hagyományok megelevenítésével várják a Sóstói Múzeum falu látogatóit a megújult gyermek- és családbarát skanzen területén. A másfél éven keresztül tartó fejlesztés keretében széles körű beruházások történtek. Többféle megújulás is volt. Egyrészt az épületek nek a külseje, a fedése megújult, ugye mivel ezek zsindelye, nádalszalmával fedett épületek, ezért azért romlik az állaguk az időjárási körülmények között. Fontosnak tartom azt, hogy infrastruktúrálisan a bejárata megújult, olyan részleget is kapott, ahol a tárgyakat, műtárgyakat tudják tárolni. Ugye 50 ezer műtárgy van a Sóstói Múzeum faluban, amelynek azért erősen romlandók, mert fából készült a legnagyobb részük, tehát azt védeni is kell. Azt is fontosnak tartom, hogy van egy sétálóköre a múzeum falunak. Azon lehet vitatkozni, hogy falusi-e vagy nem falusi, de a mai modern világban azt gondolom, hogy ha eső van, sár van, akkor jobb, hogyha az emberek tudnak úgy a faluban közlekedni, hogy nem bokáig merülnek el a sárban, és kapott egy kis világítást is. A múzeumfalu megújítása során fontos szempont volt, hogy a látogatók igazi élményeket szerezhessenek. Megismerjék, megérintsék a korhű tárgyakat, vagy azok pontos mását, és valóban el tudják képzelni a falusi élet minden rezdülését. Olyan új élményelemekhez juthatja a múzeumfalu a látogatót, amely műtárgymásolatok kal viszi közelebb a látogatóhoz azt a korszakot, amelyet a Sóstói Múzeum falu bemutat, ezt a 19.-20. század elejé régi falusi életmódba enged bepillantást a ruhamásolatokon, a fazekas készítményeken keresztül, a bútorokon keresztül, és a múzeum falunak van egy olyan lakóháza, amelybe a látogató beléphet, hiszen azért az átelepített épületek többségében nem lehet minden helyiségbe bemenni, mert zsinór ezt megakadályozza, de ebbe bemehetnek és leülhetnek, hogy milyen volt ülni egy régi karoslócán, vagy egy régi háttámlás faszéken, kipróbálhatják, vagy megfoghatják a textileket, amivel az ágyak le voltak terítve. Tehát ezzel is azt az élményt szeretnénk erősíteni, hogy nem csak lát, vagy hal, hanem tapinthatja is ezeket a tárgyakat. A szabadtéri színpad megújulása miatt a falu múzeum nézőtere immár 200 fő befogadására alkalmas. A szervezők szeptemberre is különleges programokkal készülnek. A Régi Magyarország ízei az a rendezvény, amit 2016-ban hívtunk életre, és folytatjuk is tovább. Reméljük, a nyíregyháziak emlékeznek rá, és már készülődnek. Egy olyan népi gasztronómiai rendezvényről beszélünk, amelyben több főzőcsapat is érkezik a Kárpát-medence területéről, határon túlról is fognak jönni hozzánk vendégek, sőt elmutatom, hogy a Dunántúlról is fognak jönni. Természetesen vannak kiemelt vendégeink, akikre külön figyelünk, így például Karcag önkormányzata és a panyolaiak, akik már régóta visszatérő vendégeink. A népi ízek meghatároznak bennünket, a hányház annyi szokás, szokták mondani, úgyhogy érdekes lesz összehasonlítani azt, hogy például a töltött káposztát Dunántúlon hogyan készítik, itt Szabolcsban is több fajtája ismeretes, hát ezeket is bemutatjuk a területen. Ami különlegessége ennek a rendezvénynek, hogy időben is eltávolodunk egy kicsit, a régi időbe fogunk szállni, és az Árpád-kori falu részünkben az Inferro Veritas hagyományőrző csapata nem csak árpádkori viseletbe fog majd fölvonulni, harci bemutatót tartani, hanem bizony olyan ételeket is készítenek, azokkal a fűszerekkel, amik 1000 évvel ezelőtt voltak ismeretesek az árpádkori konyhánkban, úgyhogy érdemes lesz ezt is megtekinteni. A Sóstói Múzeum falu Magyarország legnagyobb regionális szabadtéri múzeuma. A 9,5 hektáros területén állandó és időszaki kiállítások várják a látogatókat, amelyek Észak-Kelet-Magyarország építészetét és lakáskultúráját mutatják be.